Szevasztok srácok, a mai nap arra gondoltam, hogy nézzük meg a Brawl Stars legvitesebb pillanatait, ilyet még úgysem néztünk a csatornán, plusz most kicsit le is betegedtem, szóval hátha kicsit fel tudja dobni a kedvemet ez a videó. De nézzük is, ez a videó a Raw hashtag Brawl Stars csatornáról származik, szóval a leírásból ott lesz a link, mindenképp támogassátok őt és egy feliratkozással és egy lájkkal, de nézzük, hogy mennyire tudnak engem megnevetetni ezek a Brawl Stars-os funny momentsek, vinek, fajlok. Nézzük. Még sose néztem ilyet, szóval nem tudom, mire számít csak. Le lett popozva az öcsike. Mi történik? Látok, itt annyi minden történik egyszerre, hogy nem bírom felfogni. Az ike? Aha. Az ennyi, azok el lettek pusztítva. Na, gyere ide ki! Igen, a Ticknek már nem volt olyan nagy a pofája így. Kapta. Ez a folyamat írogatnak instán. Íh, hát ott a net az nem a legjobb. De így is megvett. Akkor nem szóltam. Most mi történik? Most igen. Most meg tud... What? Ott mi történt? Ja, hogy azt ultiát is... Mi tölt ott még meg? Ja, a Mr. P-nek az ultiát is teszett a saját ultiával. Hát ez amúgy... Ez kicsit megalázó Mr. P számára, nem? Az szép volt. Én azt hittem, hogy ott kimegy a körből, vége a meccsek. Na semmiből hozta vissza a csávó. Úristen, átlagos csapattársam Brawl-ba. Úristen. Hát igen. Na itt is hasonló dolog fog történni? Hát igen. Átlagos csapattársam Brawl-ba. Semmi baj, ott jó ott a izé. Low ulti kicsit megzavarta őket. Az hogy ment át? A hülyék, azok miért mentek így egymás seggébe? Vagy összehúzták őket? Ja igen, összehúzták őket, akkor nem szóltam. És pont bele az ultiba. Hú, ez úgy szép volt. És kész, 25 power cube, semmit nem ért. El lehetek pusztítva. Igen? Itt ennyi? Úristen, a pixeles, itt mit kellett nézni? Ja, pont átugrott a Shelly volt, ezek olyan pixeles, hogy nem látok semmit. Aszta. Ez ki lett tolva? Ki lett tolva vele rendesen? Átlagos Edgar játékos. Ezért szeretem a izét, Surge-ot. Ezért az egyik kedvenc karakterem a Surge. Olyan jó play-eket lehet vele csinálni. Hopp, és nem bírják a 700 HP-et levinni. Jézusom. Az igen. Néha amúgy olyan pro... És átugorja a labdát. Olyan pro Dynamite játékosok vannak. Az az egyik olyan brawler, amit a legnehezebb kimasterelni szerintem. Ha meg sikerül kimasterelni, akkor az a legjobban kinéző karakter, akit ki tudsz masterelni. Ámint tök jó play-eket lehet vele csinálni. What? És mi történik? És mi visszatekerek? Lemaradtam. Elultizik a csávója, hogy az Edgar az ott bevárja. Mi ez a pálya? Ja, hogy ez az ulti az ilyen messzire megy el? Értem. Ki az, aki ezeket a izéket játssza egyébként? Ezeket a showdown mapokat, amik nem adnak kupát. Nekem mi értelme játszani? Régen még én is játszottam, amikor adott kupát, ott azért lehetett nyomatni. Most mennyire ezek nincs csak értelme. Max questezni jó vele, hogyha van egy nagy kupás karaktered, és arra van quested, akkor ott tudsz vele questezni. Szép volt. Kicsit ebből magamat látta ebbe a Mortisba. Amikor leülök Mortishozni, hogy na most, megmutatom, hogy kell. Tak. Igen, velem is ez szokott történni. Jó volt az a falasz, sokszor bezavarna. Ugor rá, ultiba. Pak. Not good, le is lett Mortisba. Not good.
Jaj, báz. Az igazi hájra? Nem hiszem. Az igazi hájra az nem viszelt volna el az ultit. Kiizelte neki a falat. Amúgy ez a videó nagyon jól meg van csinálva. Tehát annyi impulzust ad, hogy nem tudok figyelni, nem tudok koncentrálni. Mindig, minden másodpercben van egy hangeffekt, egy bevágott kép, egy zoom. Ott tart a videón. Azta, a trickshot. Csorobortiszt. Csoringer. Fú, showdownba de idegesítőek a dynamike-ok. Na e! Tehát ez egy showdown mappa izébe gondolom. Community mapoknál. Mi értelme van ennek? Lerakta a bombákat. Ó. Ó, hát az igen meg lett találva a feng. Úristen, Edgar! Nem lesz az már meg. Sose levegőbe. Valahogy elég sok az Edgáros klip ebbe a videóba, nem? Nem lehet, hogy azért már azok a legszerencsétlenebb playerek? Csak egy kérdés. Egy ártatlan kérdés. Na, túléli? Jaj, Sprout, jaj, Sprout. Jaj, Sprout, jaj, jaj, tedd le a telefon. Tedd le a... Csóri gyerek. Az bék. És eltalálja. Ez egy szép Piper play volt. Ó, na menj a francba. Hát azt onnan nem szeditek ki. Az Edgar amúgy kiugorhatna hozzá, vagy nem tud odaugrani az Edgar? Szerintem nem tud. Hát nem tud. Hát ez nagyon jó volt ez a pálya. Gondolom azóta javítva lett ez. Ha ez egyáltalán egy olyan pálya, ami benne van a map poolba. Ez szép play volt. Ezt megadjuk. Hú, de idegesítők a Dynamike-ok, akkor lefagyasztanak. Most pont egy olyan map van bent showdownban, ahol, ami tele van Dynamike-okkal, és én meg pont ott pusholok most brawlereket, amiről majd lesz videó. És tele van Dynamike-a. Jó! Hát ott kapott egy párat. Tak. Amúgy mikor jön vissza az a kosárlabdás mód? Ezt tökre adtam, amikor benn volt. Tök fán volt. Bibi. És még le is lett papozva a végén. Igen, mindjárt lejár az idő. 10 sec. Aztán, hogy ott a Leon az fog egy nagy play-t csinálni. Jaj. Jaj, Feng. Jaj, ez is egy átlagos csapattárs gamegrabbe. Fúj, de utána. És meg fogják nyerni. Nem értem az ilyen playereket, akiknél ott van 10x darab gem, és bemennek és beultiznek. Nem értem az ilyeneket. Ajaj. What? Mi történt ott? Igen, igen. Véletlen oda lőtte a kitnek a lasztit. Hát most nem. Megesik, megesik. Igen, jön a Leon. De tudja, hogy ott a Crow. Azért végül ott a Crow-t is lepofoszta. Szép volt. Szóval nem ölte meg a Leon a Crow-t? Elfeladta. Ő azt mondja, hogy I'm out. I'm out, boys. Ez a hangeffekt. És így se fogják berúgni. Big play, big play. Ezt megadjuk. Szép volt. Ez is big play. Szép volt. Oh,
Az hogy ment be? Ah, na, 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 na. A gyerek tök ügyesen csinálta. Az ne... Varozzuk már, látod, ott nincs bent. Nem gól. Én ezt nem adom meg gólnak. Tök szép play-t csinált volna a gyerek, azt... Puty, átbúl a labda. Ah. Lehet ideges lettem volna, ha ez velem történik. Ugye, hogy meg van neki? Ha majdnem kinevettem a Kenjit, hogy mekkora volt. De nem, mert volt neki még egy ultia. Ezeket a videókat, ezek a rohadt hangeffektek teszik amúgy ennyire viccessé. Amúgy is vicces lenne. Ezek a hangeffektek. Igen? Ez a Shelly ott most 10, az csak nem bukja el 10. Ja, hogy hárman tímelnek ellene? Vagy itt mi a lényeg? Jaj, de jó érzés. Jaj, de jó érzés, amikor megoldod a tímereket. Hát, ó, már meg akartam. Már meg akartam dicsérni a Dynamite-ot. Milyen szép play. Pont, pont arca bele a izébe. Bibi ultiba. Unlucky. Mi volt ez a hangeffekt? Ne haragudjatok. Tink! Ami ez a videó Dynamite-okból áll, Edgarokból, Sproutokból és Bibikből. Szinte az összes klip. Csoró gyerek! Miért kell bullyingolni? Ennyi. Úr, Isten Griften mit csinál? Láttátok a nevét? Hoppá! Kedves hajcsár, hogyha nézed ezt a videót, üdvözlődlek! Hát itt szerencsétek volt, vagy agyhalott volt a Griff. Kiégek. Ó, mindenhol ott vannak a magyarok, ott voltunk. Ott voltunk. Azt a makkot. Azt a makkot. Ezt ki lett dob, bölcsi. Aztán ő is ki lett dobva, hát a Mortis az már... Hát én ott kicsit leírtam már így a végén a Mortis, de hát visszahozta semmiből. Ben lesz, meg lesz az, ben, és átmegy a falon, oh, komolytalan. Ajaj, Mortis, ajaj, júj, 3, 2, 1. That's the game, bro. Ez ilyen, be kell rúgni időbe a labdát. Dur. Aztán triple kill lesz. Hát triple kill, csak nem erre számítottam. Nem fogja berúgni. Ez milyen játékmód? Én erről lemaradtam. Ez gondolom régebbi. Szegény Barley. Ja, hogy ő... Ja! Bocsánat! Alábecsültem a Barley-t. Azt a rohadt. Történnek a dolgok. Mibe halt meg? Ja, látom, ott a repül. Igen, hát igen. Hát igen, a Carl. Oh, jó, itt ez nem a Mortis hibája volt, lehet nem látta a labdát. Na, megvédem a Mortiszt. Ajaj, bot fight. 29 HP-val. Ő sem fogja tudni megölni. Jaj, mit látok? Vérzik a szemem. Bot fight. Au. Zárhatnunk hat meg. Subscribe. Subscribe-oljatok ti is, srácok, erre a csatira is,
meg az eredeti csatira is. Na de srácok, ennek ez a videó nem tudom mennyire volt élvezetes. Én amúgy élveztem, tehát jó klippek voltak ebbe a videóba. Ha ti is így gondoljátok, akkor légy szíves jelezzétek egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, illetve nyugodtan írjátok le, hogy esetleg szeretnétek-e még ilyesmi videót vagy sem. Igazából nem terveztem ilyen videót csinálni, csak most beteg vagyok, szarakedvem. Pont bedobta ezt a videót a YouTube, azt mondom, nézzük meg, hát megnézzük Pisül ki belőle. De amúgy élveztem. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok, következő videóban találkozunk, addig is jók lehetnek, szevasztok!